Bár tudjuk a babonákról, hogy nem igazak, mégis a legtöbben félszemmel ügyelnek arra, hogy mikor, mit tesznek. Figyeljük, mikor esik 13-a péntekre, és gondosan lekopogjuk bal kezünk középső ujjával a még nem teljesen biztos jó híreket. Ezek általános babonák, azonban van az évnek egy napja, ami számtalan hagyományt és népszakást hordoz. Ez pedig a szilveszter éjjele és január 1-e, vagyis az új esztendő. Úgy tartják, az újévi erős fények és zajok távol tartanak mindenféle rosszat. Szilveszter éjjelén pontban éjfélkor az összes ajtót ki kell tárni, hogy az óév kimehessen. Úgy gondolták, hogy az új év azért is fontos, és figyelték az aznapi történéseket, mert hogy meghatározza, hogy a következő, illetve hát az az év, tehát az új esztendőben, a hátralévő részében mi fog történni. Hogyha valaki esetleg beteg új év napján, akkor úgy gondolták, hogy akkor bizony várható, hogy abban az évben is beteg lesz. A új év napján, hogy azt szerették, hogyha férfi megy be először a házba, mert ő szerencsét hoz. És a régi falusi világban azt gondolták, hogy akkor a tehénnek borja fog születni. Ez is nagyon fontos, hogy, tehát, hogy az állatszaporulat. Új évnapján az üres zsebek látványa szegénységet vetít előre, ezért érdemes azokat megtölteni pénzzel. Nem szabad kidobni semmit a házból, mert ez azt jelenti, sok kiadásunk lesz egész évben. Ezek mind magyar népszokások és babonák, azonban a szilveszterhez más országokban is érdekes tradíciók kötődnek. Fehér Oroszországban például az újévi kívánságokat 12 papírdarabra írják, és amikor elkezdi ütni az óra az éjfélt, meggyújtják azokat. A kívánságok közül pedig az teljesül majd, amelyik a 11. ütésnél még nem égett el. Szlovákiában az ünnepi asztalterítő alá pénzt szokás tenni. Svájcban pedig úgy tartják, akkor lesznek szerencsések az új évben, ha pontban 12 órakor 12 korsó sört isznak meg.